Csoki mindenkinek! Itt az újabb algó gyakorlat, és most pedig már gráfolni fogunk, mert már mindenki nagyon szeretne. Találkoztunk már gráfokkal tulajdonképpen, de most fogunk úgy igazán belecsapni ebbe a témakörbe, és most elsőként a szélességi bejárással ismerkedünk meg, jelentsen is ez bármit. Na, pár szót arról, hogy what the fuck is graph, valószínűleg ez a matematikai modell már senkinek nem jelent új dolgot. Miből áll? Mindössze vannak nekünk csúcsaink, az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy n darab csúcsunk van, mindegyik csúcsot elláttunk egy azonosító számmal, gondolkodjunk indexekbe, tehát nullától indulva 1, 2, 3, blablabla, bla, n-1-ig, ők a csúcsok, hogy lerajzolva hol helyezkednek el, az most minket teljes mértékben hidegen hagy, és most abban nem is megyünk bele, hogy egy gráf segítségével milyen információ struktúrát tudunk reprezentálni, nem az a lényeg, maradjunk az eredeti verziónál, a tök alap, a teljesen klisé és könnyedén elképzelhető szitunál, hogy a csúcsok mondjuk a térképen jelölnek különböző helyeket, azok elhelyezkedését. Nem is az elhelyezkedés a lényeg. A lényeg, hogy ezek a helyek vannak. Na, nem akarom túl kompenzálni az egészet. Szóval, ott hagytam abba, hogy vannak csúcsok, igaz? Igen, akkor folytatom. Tehát vannak élek. Mi a francot jelentenek az élek? Hát ez is rajtunk múlik. Valamilyen viszonyt próbálunk meg szemléltetni, amely fennáll, vagy nem áll fenn két csúcs között. És akkor most jelen esetben legyen az, hogy a két csúcs között van út, tehát az egyikből át tudunk menni a másikba. A gráfunk most nem irányított, nem súlyozott, tehát minden egyes út egyenrangú, egy egységnyi hosszúnak számít, az egyszerűség kedvéért. És ha az egyik csúcsból vezet út a másikba, akkor ez visszafelé is igaz. Tehát itt most tényleg csak arról beszélünk, hogy csúcsok között van él, vagy nincsen él. Oké. És akkor most mit is csinálunk ezzel a gráffal? Be fogjuk járni, bizony. Mit jelent az, hogy én bejárok egy gráfot? Először is veszek egy random csúcsot, definiálok egy start csúcsot, amiből kiindulva szeretném a bejárást végrehajtani. Tehát van nekem egy kiindulási csúcsom, és a célom az az, hogy ebből a csúcsból kiindulva az összes többi csúcsot fel tudjam deríteni, kizárólag az éleken át haladva természetesen. Amennyiben egy ilyen egybefüggő gráfról beszélünk, akiben nincsen szakadás, akkor értelemszerűen fel kell, hogy tudjam kutatni az összes csúcsot a gráfban. Erre két módszert is tudunk alkalmazni, a mélységi bejárást, illetve a szélességi bejárást, és hogyha a szemfüles vagy, akkor már észrevetted, hogy mi most bizony a szélességi bejárásra fogunk megismerkedni. Úgyhogy mielőtt úgy jobban elmélyülnénk benne, mármint a szélességiben, pár szót arról, hogy miről szólna mondjuk a mélységi bejárás. Na, próbálom ezt szemléltetni. Tegyük föl, hogy van egy kiindulási csúcsom, mondjuk az egyes, az olyan kis szimpatikus. Ha én mélységi bejárással próbálnám felderíteni a többiét, akkor azzal indítanék, hogy menekülni szeretnék az egyes csúcstól, a lehető legmesszebb akarok a lehető leggyorsabban eljutni az egyes csúcstól. Tehát a lehető legnagyobb mélységig próbálnék egy utat találni magamnak, elindulnék egy szimpatikus irányba, mondjuk a kettes felé, 2048, amikor azt látnám, hogy már nincs tovább, akkor keresnék visszafelé lépkedve másik alternatívákat, és akkor ott megismételni ugyanezt, hogy minél messzebb az egyes csúcsról. Tehát minél több lépésben, minél távolabb kerüljek tőle, erről szólna maga a mélységi. Ezzel szemben lássuk, hogy a szélességi az mit csinál. A szélességi az úgy néz ki, hogy elindulunk a start csúcsból. Milyen meglepő. És nem azt fogom eszközölni, hogy a lehető legmesszebb akarok eljutni a start csúcsból, hanem először fel akarom deríteni annak az összes szomszédját. Vegyük úgy, hogy mondjuk ez az első mélység, ez az első szint, tehát egy egységnyi távolságra kerülök a start csúcstól az összes lehetséges irányba. Mivel most azt mondtuk, hogy nincsen súlya az éleknek, akkor ez még úgy meg is állja a helyét, tehát minden él súlya, mondjuk úgy, hogy egy hosszú, tehát
egy távolságban felderítem az összes közvetlen szomszédot a star csúcsomra vonatkozóan. Miután ezek megvannak, akkor ezeknek a szomszédoknak kezdem felkutatni a közvetlen szomszédait, tehát tulajdonképpen ez már a második szint a star csúcsból nézve, és az összes, mondjuk úgy, második szintű csúcsot akarom felderíteni. És utána azoknak a szomszédait, majd azoknak a szomszédait, majd azoknak a szomszédait, és ezt még tudnám ismételgetni, de egészen addig csinálom, amíg a végén elfogynak a felderítetlen csúcsok. Fontos természetesen, hogy kétszer ugyanazt a csúcsot nem derítem fel. Amit talán most a legegyszerűbb úgy szemléltetni, hogy nem fogom annak újra felkutatni a szomszédjait, hiszen már elvileg egyszer megtettem. Nézzünk erre egy példát, hiszen a példa az mindig példaértékű. Nézzünk akkor az alapgráfomra vonatkozóan egy szélességi bejárást a nullás csúcsból kiindulva, ott talán, na, mennyi? Na, ott található a nullás csúcs. Mi történik első körben? Felderítem a közvetlen szomszédokat. Hogy most melyik szomszédot találom meg előbb, az már attól függ, hogy milyen módon írtam meg az algoritmust, hát a mi módszerünk jellegéből adódóan valószínűleg a kisebb azonosítójút fogjuk először megtalálni, tehát akkor mondjuk először a 2-est és a 4-est. Több szomszédja nincs a nullának, úgyhogy az első iteráció az itt lefutott. Ezután jön a következő, amikor ezeknek a szomszédjait próbálom felderíteni, tehát a 2-esen keresztül majd felfedezem az 1-est, a 6-os és a 7-est, a 4-esen keresztül pedig a 8-ast. Megvolt a második nagy kör, akkor utána ezeknek a szomszédjai következnek a 3-as, 5-ös és vége. Felkutattam a teljes gráfomat, megtaláltam az összes csúcsot. Nézzük egy másik példát, mondjuk elindulok az 1-es csúcsból. Mi történik? Az ő közvetlen szomszédait fogom felfedezni, a 2, 3-at és az 5-öt. Jön a következő menet, ekkor ezeknek a szomszédait próbálom felderíteni. A 3-ason és az 5-ösön keresztül valószínűleg senkit nem fogok megtalálni. A 2-esen keresztül ott lesz a 0, 6 és 7. Egyébként az 5-ösön keresztül még ugyanúgy ott lenne a 7-es, csak őt már a 2-esen keresztül felfedeztem, tehát onnantól már nem lesz releváns. Ezután jön a következő iteráció, amikor az újonnan felfedezetteknek keresem a szomszédjait, itt a 4-esre fogok rábukkanni, majd a végső körben rajta keresztül még a 8-as fog az utamba állni, és akkor innentől kezdve meg is vagyunk. Királyság! Ennyi a szélességi bejárás, komolyan? Tényleg. Nem is értem, hogy mit foglalkozunk ezzel annyira, ugye? Nem, ez egy tök jó cuki dolog. Na, ami még érdekes lehet. Eddig milyen információkkal foglalkoztunk, amikor programot írtunk? Találkoztunk már speciális adatszerkezetekkel, a verem, a sor, a kupac, ugye? Meg ott még hashelgettünk, voltak finomságok. Javarészt, amit tapasztaltunk, hogy tároltunk egyszerű primitíveket, tároltunk logikai értékeket, számokat, szövegeket, és ami már kicsit előrébb mutatott, használtunk tömböket, sőt, még matrixot is használtunk, igen. A következő nagy kérdés, hogy a francba lehet egy gráfot eltárolni, hogy én azt könnyen tudjam használni a programírása során. Hát erre több módszer is van. Mi ebből az egyiket fogjuk majd tapasztalni. Egy jó elképzelés lenne mondjuk a tömb, egy egydimenziós tömb, mint ahogy a kupac esetén is működött. Csak ezt ne felejtsük el, hogy a kupac az egy szigorúbb adatszerkezet volt, ott megvoltak az alapvető szabályok, amelyre építve könnyedén rá tudtunk jönni, hogy hogyan lehet az tömbet árulni. Maga a gráf így az egy ugye általánosabb, mint a kupac, szabadabb, ezáltal nehezebb lenne őt egy egyszerű tömbben letárolni. Viszont egy kétdimenziós tömbben már egész könnyedén megoldható, mondjuk szomszédsági mátrix segítségével. Miről szól a szomszédsági mátrix? Ha van nekem n darab csúcsom, akkor nekem elegendő egy n-szer n-es méretű mátrix. Wow! Képzeljük el mátrixot, azt ugye számokkal indexelünk, 0-tól n-1-ig az egyik index, 0-tól n-1-ig akkor a másik index esetünkben, és hála Istennek a csúcsoknak az azonosítója is úgy vannak, hogy 0-tól n-1-ig. Akkor csináljuk azt! Ha a mátrixomnak az i és j indexű eleménél 0-t találunk, az jelentse azt, hogy az i-edik csúcsból a j-edikbe nem vezetél. Amennyiben egy pozitív szám van ott, mondjuk egy 1-es,
most esetünkben ez lesz, akkor pedig vezet él íbőjébe. Micsoda ötlet? Hát ez egyszerűen hihetetlen. Nézzünk egy példát, ahol vizuálisan próbálom szemléltetni ezt. Bal oldalon látható a matrix, és jobb oldalon látható a gráf. Remélem, erre mindenki rájött magától is, különben nagy baj van. Hát az, hogy most az első index a sort vagy az oszlopot jelenti, az főleg, mivel nem irányított gráfról van szó, tök mindegy, de elképzelhetjük azt, hogyha én azt mondom, hogy a matrix IJ indexű eleme, akkor tegyük fel, hogy az I jelöli azt, hogy hányadik indexű sor, a J pedig azt, hogy azon belül hányadik indexű cella vagy oszlop. Na, ezt a kicsi gráfomat, ezt egy ilyenfajta szomszédsági mátrixsal tudom letárolni, és minden információ benne van, amire szükségem van. Ahol egyes van, ott azt jelölöm, hogy van él, ahol nulla, ott azt, hogy nincs. Nézzünk rá példát, hát ha nem hisztek nekem. Na, ott van a 2-es és a 6-os csúcs, akik között határozottan futikál egy élecske. Hogyan tárulja ezt nekem maga a matrix? Hát könnyedén így. A 6-2-es index párnál 1-es látok, de még a 2-6-nál is 1-es látok, tehát a 2-es és a 6-os között van él, de még a 6-os és 2-es között is van egy él. Nézzünk egy ellenpéldát. Jó, ma letoltam egy közel 4 órás túrát, úgyhogy még egy kicsit rohadt fáradt vagyok. Na, mondjuk vegyük a 8-asat és az 5-öset. A szaggatott vonal itt most azt akarja jelölni, hogy köztük no él, nincs él köztük. Hogyan jövök rá, vagyis hát a programom ezt hogyan tudja a mátrixomból? Úgy, hogy a 8 és 5-ös indexű elemnél 0 van, és az 5 8-nál is 0 van. Tehát az 5-ös és a 8-as között nem van él. Ennyi a szomszédsági mátrix. Nézzük, hogy a programunk akkor milyen változókkal fog dolgozni. A lényeg, ami igazán fontos, a gráf csúcsainak darabszáma. Ez egy gyönyörű szó. Az igen. Tehát, hogy hány csúcsból áll, az egy n változóban lesz tárolva. Maga a gráf, ugye, tehát, hogy milyen élek találhatóak benne, azok az egy n-szer n-es méretű graph nevű mátrixban található, akinél az elv az, amit az előbb láthattunk. Ha a mátrixom x és y indexeinél egyes érték van, akkor az x csúcsból az y-ba vezet él, amennyiben nullás érték, akkor nincs él köztük. Vagyis hát nem vezet él az x-ből az y-ba hivatalosan. Tehát ez a két változó ez adott, ezeket kell majd nekünk olvasni a programunk során, nem kell belenyúlnunk, hiszen ha minden igaz, akkor a gráfunkat, igen, a program már összerakja, amikor majd a felhasználó rányom a gombra, akkor ő már csak egy eredményre kíváncsi, hogy milyen módon bejárjuk be a gráfot. Tehát igen, nekünk nem az a célunk, hogy ezt manipuláljuk, ezt nekünk csak olvasni kell, az a lényeg. És hogy majd a keretprogram tudja azt, hogy mi a bejárás útvonala, erre fogjunk egy PEF tömböt használni, ezt már a cél, hogy írjuk, tehát ebbe fogjuk előállítani az eredményt. Ugyanis miről lesz itten még szó? Be fogjuk járni szélességi bejárással a graph matrixban eltárolt gráfunkat, aminél mi a fontos információ először is, hogy mely csúcsokat fedeztük fel. Elméletileg az összeset fel kell, hogy tudjuk fedezni, úgyhogy ami még érdekesebb információ, hogy milyen sorrendbe fedeztük fel őket. Hát a felfedezett csúcsokat és értelemszerűen a felfedezés sorrendjét a PEF-tömbbe fogjuk majd eltárolni, ami kezdetben vegyük úgy, hogy üres, és amikor mi felfedezünk csúcsokat, azokat sorra pakolgatjuk bele a PEF-tömbbe. Tehát magukat a csúcsok, csúcsindexeket fogjuk beletenni. Hogy tudjuk, hogy a PEF-tömbben éppen hányadik helyre rakjuk a következő csúcsot, szükség lesz egy PX változóra, ami egyben azt is jelöli, hogy éppen hány darab csúcs van benne a PEF-tömbünkben. Tehát értjük, hogy miről van szó. Kelleni fog egy-két segédváltozó is, az egyik az N méretű check-tömb, amiben logikai értékeket tárolunk.
Ebben tartjuk nyilván, hogy mely csúcsokat derítettük már fel. Az egyszerűség kedvére ez segíteni fog nekünk. Ha a checktömböm x-edik indexű eleme true, akkor az azt jelenti, hogy az x csúcsot már felderítettük. Tehát nyilván kezdetben mindenki false lesz benne. És lesz egy getX változó, amit szintén ahhoz fogok használni, hogy a pef tömbömet indexelgessen benne. Ugye van ott egy px-em, és most van egy getx-em. Felmerül a kérdés, hogy mi a francnak? Mindjárt látni fogjuk. A getx-el teszem lehetővé azt, hogy a korábban bejárt csúcsok közül elkezdhessek elővenni egyet-egyet, és hogy azoknak kezdjem el felderíteni a szomszédait. Tehát tulajdonképpen a getx segítségével egy ilyen fifózást hajtunk végre. Ugye a px-edik helyre bekerül a következő elem, és a getx-edik lesz az, akinek elkezdem következőként felkutatni a szomszédait. De a biztonság kedvéért nézzünk erre egy példát. Hogyan fog a pef tömböm feltöltődni? Hogyan használom én ehhez a px-et, a getx-et? Sőt, jobb oldalt, mert jó fej vagyok, még a check tömböt is látjuk. Egyébként ebben a példában ezt a gráfot fogjuk bejárni az egyes csúcsból kiindulva. Tehát elvileg az 1-ből a 2, 3, 5-öt fogjuk megtalálni, majd a 2-ből a 0, 6, 7-et, és így tovább. Csak előtte egy kicsit megnéztem, hogy biztosak legyünk a dolgunkba. Hogy fog működni az algoritmus? Hát legelső lépésben a start csúcsot azt mindenképpen felderítetnek kell tekintenünk. Tegyük fel, hogy ez most az egyes indexi csúcs. Mi fog történni? Berakom őt a pef tömbbe. A pef tömbbe berakása következő lépésekből tevődik össze. A px-edik helyre beteszem a csúcsot, és a px értéke megnő. Getx-hez nem nyúlok. És természetesen meg kell jelölnöm azt is, hogy ebben a csúcsban már jártam, többször már lejárjak, úgyhogy a check tömbömnek az adott indexű helyére, tehát jelen esetben az egyes indexű helyére beteszek egy hát igaz értéket. Most képzeljük el, hogy a nullák, a false-ok, az egyesek, meg a true-k. Király! Mi jön ezután? Ezután jönnek ezek az iterációk majd, akikről szó volt. Jön az első iteráció, ami a következőt jelenti. Fogom a getx-nél lévő számot, és akkor úgy tekintek rá, mint csúcsra. Tehát a getx-nél az egyes van, úgyhogy az egyes indexű csúcsról van szó. Próbálom nem túl magyarázni. Tehát a getx-nél található csúcsból elérhető csúcsokat kezdem el felkutatni. Mi történik a felkutatás során? Hogyha a feltételeknek megfelel, akkor én őt be fogom tenni a pef tömbömbe, és megjelölöm, hogy ott már jártunk. Tegyük föl, hogy rájövök, hogy az egyes csúcsból elérhető a kettes. Ekkor a kettest beletettem a pef tömbömbe, itt pedig a kettes indexnél megjelöltem a checkben, hogy a kettes csúcs megvolt. Megtaláltam a hármast is az egyes csúcsból, őt is bele a pefbe, itt pedig megjelölöm. Az egyesből elértem az ötös csúcsot is, ő is belekerül a pefbe, és itt is megjelöltem. Lezajlott az az iteráció, amikor az egyesből elérhető csúcsokat kutattam fel. Mit látok? A px a szépen növekszik, halad fölfele, a getx még mindig ott van a nulladik helyen. Mi történik ezután? A getx egyel feljebb lép, és akkor az ott lévő számnak próbálom felkutatni a szomszédjait, jelen esetben a kettesnek. Hát a kettesből majd elérhető a nullás, elérhető a hatos, elérhető a hetes, és akkor közben szépen itt is jelölöm, hogy a px az szépen megint vándorolt felfele, megint újabb elemek kerültek bele a pef-be. Maradva a FIFO elvnél, a getx megint feljebb lép, és akkor elvileg most jönne az, hogy akkor a hármasnak keresem a szomszédait, és így tovább, és így tovább. Ami biztos, ha getx eléri a px-et, akkor kész, vége, nincs több csúcs, akit felderíthetnénk. Lényegében ezt beláthatjuk. Nagyon jó. Jó, beszéljünk akkor a keretprogramban. Mi vár minket? Lesz nekünk egy ilyen breadth first search függvényünk, aki a bejárást végrehajtja.
A helyzet a szokásos, lesz egy keretprogram, a felhasználó csinál valamit, megnyom egy gombot, és akkor elindul a művelet, ő meg fogja hívni ezt a függvényt, nekünk már csak az a dolgunk, hogy megírjuk, hogy a függvényen belül mi történik. Paraméterként fogunk kapni egy számot, egy start számot, ami azt a csúcsot jelöli, hogy akiből el akarja a felhasználó indítani magát a bejárást. Természetesen rögtön az elején ezt a csúcsot hozzáadjuk az útvonaltömbhöz, hiszen akkor odaérünk először. Meg kell jelölnünk, hogy ebben a csúcsban már jártunk, ez is egy fontos rész, hogy még egyszer őt már ne vegyük figyelembe. És ezután jön ez az iteráció, a folyton ismétlődő szomszédkeresős művelet, aminek az alapja az, hogy amíg van kiszedni való csúcs, ugye a Getix alapján, a FIFO elv szerint, aminek még érdemes megvizsgálni a szomszédjait, addig pont, tehát ez egy ciklus lesz, ugye? Hoppá, elszóltam magam, úristen, na menjünk tovább. Mi történik ezen belül? Kivesszük az útvonal tömbből a soron következő csúcsindexet, amit az előbb is láttuk, hogy kinek érdemes most felkutatni a szomszédait. És akkor ezután elkezdjük felkutatni az ő szomszédjait. Na, miről van szó? Az útvonal tömbünkben most éppen van valaki, aki a soron következő FIFO szerint, akinek meg akarom nézni, hogy kik a szomszédai. Tehát van ez a csúcsom, és közben én végig megyek az összes csúcson. Tehát van ő, meg mindenki más, akiken végig megyek. Na, itt a végigmenés közben, szépen megfogalmazva, az aktuálisan vizsgált csúcsra vonatkozóan az alábbi feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy érdekes legyen számomra a dolog. Az aktuálisan vizsgált csúcsban még nem jártunk. Ez fontos. És ebben az aktuálisan vizsgált csúcsban vezet él abból a bizonyos az útvonal tömbünkben a GetX-nél lévő csúcsból. Ugye? Ha ez a kettő teljesül, akkor az azt jelenti, hogy találtam egy új, eddig még fel nem fedezett csúcsot, aki elérhető abból a bizonyos csúcsból. Tehát ezt az új aktuálisan vizsgált csúcsot, pontosabban az indexét is hozzá kell adnom szépen az útvonalhoz, és őt is meg kell jelölnöm, hogy itt már jártunk. Pont. Ez annyira durva, hogy ez nincs is tovább ez a prezentáció, mert ez annyira adja magát, hogy ez egyszerűen hihetetlen. És itt látható a keretprogram, gyönyörűen szép, gyönyörű szépen néz ki, mint mindig. Megmutatom, hogy miről van szó. Futtatom. Itt látható maga a gráf, tehát ez már tárolva van a programon belül. Felhasználó meg tudja mondani, hogy szeretne egy bejárást eszközölni, mondjuk a 3-as csúcsból rámegy, hogy bejárás. És akkor a lényeg, hogy megfelelő sorrendben lássuk felvillanni ezeket a kis csúcsokat. Most nyilván nem ez történik. Sőt, a keretprogram a PEF tömb, illetve a PX változó e kettő értéke alapján próbálja meg szépen felvillantani megfelelő sorrendben a csúcsokat. Most mind a kettő üres, tehát ő automatikusan elkezdi 0-tól 8-ig. Igen? 0-tól 8-ig felvillantani őket, tehát itt nem arról van szó, hogy a PEF tömbünkben rosszul raktuk bele az elemeket, hanem most egyelőre nincs benne semmi. A mi célunk az, hogy megfelelő sorrendbe belepakolgassunk elemeket, és akkor majd jó lesz, meglátjátok. Itt található maga a függvény, itt jön a paraméter, itt vannak a fő változók, ugye ent és grefet olvassuk, pefet és px-et természetesen megírjuk, és itt van bent ez a két segédcucc, amire szintén szükségünk lesz. Azt már nagyon jól tudjuk, hogy ki mit tárol. Találkoztunk már ezzel, de a biztonság kedvéért felhívom rá a figyelmet, hogy a megszokott C-s szintaxissal ellentétben, itt, hogyha egy mátrixot akarunk megcímezni, akkor nem kettő darab szögletes zárójel párossal kell megtennünk, hanem egyetlen egyel, és a két indexet vesszővel választjuk el egymástól. Oké, ez egy nagyon aranyos és cuki program lesz, úgyhogy jó munkát hozzá!